A napokban szinte minden jogosult megkapja a kormány által ígért teljes 13. havi nyugdíjat. Eredetileg négy részletben fizették volna ki a járandóságot, de a javuló gazdasági helyzet miatt most mégis egy összegben kapják meg a plusz juttatást. A Fidesz-KDNP kormány megbecsüli a nyugdíjasokat. Visszaadjuk azt a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldali kormány elvet, hiszen a napokban kapják meg a nyugdíjasok a 80 ezer forint prémium mellé a 13. havi nyugdíjat. A postai kézbesítést február 9-én, a banki utalásos kifizetést pedig február 11-én kezdték meg. Minden olyan személy jogosult a juttatásra aki az előző év legalább egy napján nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesült. Legyen az öregségi vagy özvegyi nyugdíj, árvaellátás, megváltozott munkaképességűek ellátása vagy fogyatékossági támogatás. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolnemegyek 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője hozzátette, fontos, hogy segítsék az idősebbeket. Mindenki, minden nyugdíjas, bőven van hova fordítsa ezt az összeget, és igenis szükség van erre az összegre, hiszen a szüleink, nagyszüleink építették ezt az országot, és megérdemlik a 13. havi nyugdíjat. A 13. havi nyugdíj összegébe a januári 5%-os emelés is bele van építve, amely plusz juttatás nem csak a nyugdíjasokra, hanem a nyugdíjszerű ellátásra jogosultakra is vonatkozik.